Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ja. Jó, igen, akkor adást kezdünk, igaz? El se hiszem, hogy megtörtént. És kurva gyorsan felvesszük ezt az adást, így fogunk hadarni, és aztán a végén lelassítod. Igen. Baszott hosszú reklámblokkot a közepére. Gyorsan, nagyon gyorsan fogunk beszélni, és mert brohatus értünk el, fél óra lesz, nyomjuk az egy órás podcastot, jó? És aztán majd szépen lelassítod utána. Na, figyeljetek, megyünk. Tudományos és fantasztikus élmények Magdival, aki grafikus, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis 61. része, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Köszöntöm állandó beszélgetőtársamat, Vince Miklóst, az MTA ELTE elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársát. Szia Miki! Sziasztok! És sok szeretettel köszöntöm ismét a Parallaxis univerzumban Kassa Magdit. Szia Magdi! Sziasztok! Megnéztük a Moonfall című filmet, ezt az alkotást fogjuk tudományos szempontból vizsgálni, tehát a mai adásunkban hatványozottan fennáll a spoiler veszély, mivel a filmet a történetre és a cselekményre vonatkozólag szabadon tárgyaljuk majd. Szóval nem sajtból van a Hold, ez egészen biztos, ahogy számomra eléggé kibontakozik az is, hogy Roland Emmerich ezúttal nem kicsit rugaszkodott el a földtől és a valóságtól. Ez a nézőszámon is meglátszik, Magyarországon ugyan körülbelül 25 ezer látták az első héten, ami a mozis toplista első helyére repítette a filmet, viszont az USA-ban egyébként a Jackass című film is megelőzte. Számokban ez azt jelenti, hogy a film 140 millió dolláros büdzséjéhez képest az első héten Észak-Amerikában mindössze 10, a világ más pontjain pedig alig több mint 10 millió dollár bevételt tudott produkálni. Nem jó hír ez Roland Emmerichnek, aki trilógiának szánja a Moonfallt, bár ezt a részt is inkább alaposabban át kellett volna gondolni. No, a gravitációban már láttuk a film elejét, minden más pedig a függetlenség napja második részében, és itt szeretnék elnézést kérni minden hallgatónktól, hogy amikor a Parallax is egy korábbi részében azt vizsgáltuk, hogy miképp pusztulhatna el bolygónk, az, hogy a Hold nekicsapódik, mert egy űrhajó, ami egyfajta Dyson gömbként hasznosítja egy fehér törpe energiáját, nekicsapódik a Földnek, mert egy mesterséges entitás elszívja a Hold energiáját, vagy mi, hát erre nem számít. Hogy tetszett nektek ez a fantasztikus film? Őszintén szólva, még így az elején az volt az érzésem, hogy olyan a film, nemrég láttam a Netflixen a Ne nézz fel című filmet, és egy kicsit nekem volt egy párhuzam benne, mert hogy ugye itt is az történik, hogy megtudják, hogy a Föld el fog pusztulni, és hogy itt 3 hónapot, meg 6 hónap van hátra, és hogy érdekes volt így a párhuzam, hogy hogyan reagálnak, itt egy kicsit olyan ilyen sablonosabban, tehát azért a Ne nézz felben ugyan az egy szatíra, de ott sokkal realisztikusabb volt, ahogy hozzáálltak a dologhoz. Itt meg így, hogy a NASA és a hadsereg, ez a kettő mozdult rá erre a dologra, és... Igazából az elején még nekem úgy tetszett, tehát, hogy így, na, ez izgalmas lesz, valami történik, mi lesz. És aztán, amikor így elkezdődött az a része, amikor így kifejtik a dolgot, hogy tulajdonképpen mi is van a Holdban, meg miért közeledik a Föld felé, ott elkezdtem már fogni a fejemet, és aztán így kezdtem így szállanként kitépni a hajam, miközben ment a dolog. És én még nem is vagyok fizikus, én csak egy sima sci-fi rajongó vagyok, úgyhogy most kíváncsi vagyok itt a fizikus, mit szól hozzá. Igen, azért akartam, hogy te beszélj előbb, mert gondoltam, hogy legalább legyen valami pozitív felütés az elején. Komolyan mondom, tehát, hogy olyan szintű trágár elfecsérlése annak a pénzösszegnek, amit ebbre ráköltöttek, az összes CGI effekt, meg a Halle Berry gázsia, meg az egész olyan szinten
vérlázítóan égetése ennek a pénznek, amit annyi szép és nemes célra lehetett volna felhasználni, hogy a tudománytalanság olyan mértékű fertőjébe rángatja le az embert, hogy nehéz onnan kikecmeregni, és nem tudom, most nem azért, mert tudom, hogy most a Puzsér külföldön van, és most egy kicsit lehet, hogy úgy érzem, hogy most meg kell védenem itt a kultúrkör becsületét, de hogy ezt ennél nehéz meg, tehát még mindig zsibbad az agyam. Na, szóval még mindig zsibbad az agyam. Az a baj, hogy filmként is rettenetesen bugyuta. Mondom ezt úgy, hogy én egyébként a Függetlenség napját szeretem. Azért szeretem, mert... Mert nem láttad a második részét. Mert nem láttam a második részét, vagy ha igen, akkor lehet, hogy azt kineutralizáltam az agyamból, hogy akkor már rögtön behozunk egy másik filmből egy képzavart. Vagy megfelelően jó hangul. Tehát ez is tipikusan az, tudjátok, hogy én szeretem egyébként a Z-kategóriás filmeket. Tehát nekem az egy kifejezetten jó program, nagyon szeretem ezt megfelelő baráti társaságba bekapcsolni, ilyet is röhögünk rajta. Nagyon élveztem azt is, amikor a Mag című feledhetetlen műsorszámot kibeszéltük, és akkor itt a Parallaxis podcaston belül kialakult egy konszenzus abban, hogy az a legaljabb. Tehát, hogy a tudománytalanságnak olyan nem az, hogy csimboraszolja, hanem pont, hogy Mariana Árka, a tudománytalanság challenger mélysége, ami, na mindegy. Szóval őszintén szólva, az megmondom, miért zavar ez most jobban, mint a szokásos, mert ez látszik, hogy ez rohadtul nem volt egy low budget film. Látszik, hogy itt ebből a pénzből filmtörténetet lehetett volna csinálni, ezekkel a szereplőkkel. Sőt, meg azt is mondanám, hogy ez a rendező. Tehát itt annyira nagyot lehetett volna alkotni, és ehhez képest tulajdonképpen a QAnon blogok legalja. Tehát mondtad a Ne nézz felt, de az egy okos szatirikus film. Ehhez képest ez pontosan azoknak a UFO magazin olvasói rovatának a legalja, összeesküvés elméletek tobzódnak itt, hogy... Egyébként, mintha a szereplők sem, itt most ugye Halle Berry neve elhangzott, de hogy mintha a szereplők sem tudtak volna mit kezdeni egyébként a forgatókönyvvel. Nekem egy amúgy külön tetszett a meghízott szakáll a Seth MacFarlane karakter, ugye, aki a végén feláldozza magát. Ez kellett ezeknek a geekeknek. Ez olyan, mintha Dennis Nedry mentette volna meg a Jurassic Parkot. Tehát, hogy... Igen, de egyébként a Falconban nem véletlenül mondtam azt, hogy igazából a film nagy részét már láttuk a Függetlenség napja második részében, amit egyébként terveink szerint még ebben az évadban kibeszélünk az első résszel együtt. Két idegenfaj ősi háborúja, és akkor van egy mesterséges intelligencia, aki segíti az embereket. Ugye ez volt a Függetlenség napja második részében a gömnéni. Tehát mintha az az érzésem lenne, hogy Roland Emmerich bizony, és nyilván nem vagyunk filmesztéták, de mintha Roland Emmerich nem tudna modern blockbustert készíteni. Tehát a 90-es években a Godzilla, amit hamarosan szintén kibeszélünk itt a műsorba, konkrétan két adás múlva, a Godzilla, meg a Függetlenség napja 1 és néhány más filmje, ami abban az időben megállta a helyét, és egyébként szerethető volt ebben, meg mintha összekapkodták volna az eddigi Roland Emmerich filmek 90-es évek kliséit, és bedobták volna úgy, hogy ott a nem beszéltek az oroszokról, most a Moonforról beszélek, tehát a bolygó a hold közeledik a földhöz, de nem láttuk az oroszokat, csak céloztak ugye a kínaiakra, ugye ott azt hiszem, hogy a japánokra, láttunk kínaiakra. Egy franciát, meg egy kínai űrhajót. Nem szólt, az ESA-ról nem volt benne szó, a NASA-ból annyit láttunk, hogy kb. 6 ember, a főigazgatót azt így hírta, hát nekem ez nem kell, ez a munka már a tied. És akkor így van. Simán az, hogy nem tudták kilőni az atom rakétákat a holdra, az annyi múlt, hogy a csávó ott az egyik sásznak ugye az apja nem akarja elfordítani a kulcsot, és ez simán meg lehetett tenni, ott fegyvert fog mindenkire. Tele volt olyan B-plotokkal, olyan mellékszálakkal, amik egyáltalán nem érdekesek ott ugye a családnak a kínszenvedése. A Tom nevű karakter
karakter ott úgy meghal, hogy igazából életben is maradhatott volna. Tehát kapkodtak össze-vissza, a látvány az mondjuk oké, rendben volt, de hát most 2022-ben egy film már azért a látványban nem lehet kérdés, mindegy, hogy az egy blockbuster, vagy egy, nem tudom, egy low-budget film. Nekem az volt a legnagyobb bajom vele, mondtad a klisét, hogy iszonyat sablonosak a szereplők, tehát, hogy van a jóképű pasas, aki az elején ugye kirúgnak, és akkor utána neki bizonyítania kell, pluszban csak ő tudja ezt a dolgot megoldani, csak ő képes letenni, vagy vezetni azt a hajót. És neki csak annyi, bocsánat, csak annyi a motivációja, hogy a fiát kihozzák a sitről. Ja, igen, ennyi. Ennyi. Összesen ennyi a motivációja. Akkor van a szép csaj, ugye ő a Halle Berry, akkor van ez a vicces figura, akit a John Bradley alakít. Még ő a legérdekesebb figura az egészben egyébként, bár szóval az is egy picit azért sablonos, hogy a bázi geek srác egyébként szerintem, akinek ilyen összeskés elméletei vannak, és akinek nem hisz senki, de közben ő tudja a tutit, és ő oldja meg a helyzetet. Szóval az is egy kicsit azért van benne sablon. Hát ez volt a Jeff Goldblum a függetlenség napjában, csak most... Ne hasonlítsuk Jeff Goldblumot a szakállas Dagi meg Seth MacFarlane-re, könyörgöm. Jó, hát. Egyébként neki voltak jó poénjai, tehát nem tudom, a föltűnt az SPM fokozat ott, amikor ott ugye próbálnak a film végén kijutni vagy elpusztítani azt az entitást, vagy azt az Emmy-t, ugye az egy Knight Rider poén volt, tehát hogy azért voltak benne... Igen, mert ilyen szempontból például a függetlenség napja legalább vicces volt, tehát hogy ott azért voltak, és a karakterek is jobbak voltak, tegyük hozzá, tehát ezek a karakterek nagyon-nagyon egysíkúak és sablonosak. Tudod, hogy mit fog csinálni, és azt csinálja sajnos, tehát hogy nem lepnek meg vele, hogy fog viselkedni az a karakter, egyáltalán nincsen benne semmi extra. És ugye ez is sajnos unalmassá teszi, mert szinte, tehát így lehet előre tudni, hogy mi lesz a történet. És a történet maga is sablonos. És ráadásul, ugye, amiket meg még belecitál, például a Dyson gömb, az is olyan, mint hogyha így, ó, láttam ma reggel, mit tudom én, az egyik National Geographic-nak a címlapján, de akkor rakjuk bele azt is, az tök jó, legyen Dyson gömb. És így, mint hogyha, de amúgy meg teljesen, nem tudom, majd ez kíváncsi vagyok, mit fog mondani Miklós róla, de hogy ez, hogy egy fehér törpe köré épült Dyson gömb. Tehát én nekem már itt egy kicsit így fogtam a fejemet. Ráadásul van a Star Trek sorozatnak egy olyan epizódja, amiben Dyson gömb van. 100-szor jobb az az epizód maga, mint ez az egész mozifilm így együtt. Pedig az 80-as évek, mert TNG, egy TNG epizód. És hozzáteszem, még szerintem látványosabb is. Pedig ez csak egy epizód. Na de Miklós, ha már így pont a Dyson gömböt Magdi és a fehér törpét szóba hozta, elférne-e egy fehér törpe bent a mi holdunkban? Na, ezt is meg akartuk beszélni, igen, mert őszintén szóval, hogy én nem egy filmesztétikai podcastra szerződtem, hanem itten tudományt szeretnék erőszakkal az emberekbe belepréselni. Ez az én küldetésem itt a Parallaxisban. Úgyhogy próbáltam nagyítóval tudományt találni a filmben, és sikerült. És az egyik az éppen azzal kapcsolatos, amit te mondtál, de máshol is, úgyhogy szerintem kezdjük rögtön az elejével, hogy ugye az az alaphipotézis, amit a film elején elhangzik, van egy ilyen megjegyzés, hogy az Apollo 12 egyik tartája, azt mondja a filmben, 1969 novemberében rápottyant a Holdra, és akkor a szeizmométer nagyon sokáig rezgett, és akkor innen tudják, mondják az okosok, hogy a Hold üreges. Na, ez az egyik valóságmag, és én egyébként nem tudtam, mert ezt tudtam, és mindjárt el is mesélem, hogy én ezt hol olvastam, és miről van pontosan szó. Viszont, hogy ez egy létező összeesküvés elmélet, hogy a Hold üreges, és ezt pedig onnan tudom, hogy egyik reggel a szokolébresztőbe betelefonált egy ember, és megkérdezte tőlem ezt, hogy a Hold az miért zeng úgy, mint a harang, és akkor kapásból azt mondtam neki, amit tudok is, és itt is van nálam az Élet és Tudománynak a 1970-es egyik száma lefénymásolva, ami egyébként a film formájában már szintén kibeszélt Apollo 13-ról szól, de nyilván nem a filmről, hanem magáról az űrrepülésről.
És egy nagyon érdekes dolog, hogy annak ellenére, hogy jól tudjuk, hogy mekkorát szívott az Apollo 13, de mégis egy nagyon érdekes tudományos eredmény köthető ehhez a repüléshez, és pontosan erről esik szó lényegében a filmben is, hiszen valóban az volt, hogy amikor az Apollo 12, tehát a második holdra szállás legénysége elhagyta a holdat, akkor az Apollo 11-el ellentétben, amiről ugye most már éppen tavaly posztoltunk is róla, derült ki, hogy nagy valószínűséggel az Apollo 11 holdkompjának a felszálló fokozata az még mindig a hold körül keringhet, mindenki nagy meglepetésére. Tehát az Armstrongék holdkompjának a felszálló egysége üresen, az simán lehet, hogy még mindig a hold körül kering. Ez képest az Apollo 12 holdkompjának a felszálló részét, miközben az űrhajósok már átszálltak az anyaűrhajóba, direkt kifejezetten rá küldték a holdra, pontosan azért, hogy az megrengesse a holdat, mert az űrhajósok korábban ott hagytak egy szeizmométert, egy holdrengés jelzőt, és ezt akarták bekalibrálni, hogy egy ilyen ismert erejű becsapódás az mennyi rezgést vált ki a holdon. Ez tehát az Apollo 12-nél történt, és pont és az volt a meglepetés, hogy egy órán keresztül rengett az egész hold, annak ellenére, hogy egyébként egyáltalán nem is a leszállóhely, tehát a szeizmométer közelébe küldték le ezt a holdat, és egy nagyjából ez 700 kg trinitrotoluolnak, TNT-nek a robbanó erejének felelt meg, ez, hogy becsapódtatták az Intrepid nevű holdkomnak a felszálló egységét. És hát ez nagyon érdekes volt. Először arra gondoltak, hogy mérési hiba. Úgyhogy amikor az Apollo 13-at indították, és akkor még mindig működött bőven az Apollo 12 által ott hagyott holdrengés jelző, akkor azt mondták, hogy hát, ha csak azért volt, mert valami különleges szerkezetű talajra esett az a holdkomb, és ezért kifejezetten azt találták ki, hogy a Saturn 5 gyorsító rakétának a harmadik fokozatát, amikor az már nem kellett, ugye, de az már elérte azt a sebességet, ami kellett ahhoz, hogy a hold felé löki az űrhajót, tehát egy hold felé repült lényegében ez a rakétafokozat, és azt kifejezetten úgy tervezték a pályáját, hogy az Apollo 12 holdkompjától nem is olyan messze, vagy szeizmométerétől, holdrengés jelzőjétől nem is olyan messze, 200 km környékére csapódjon be. Be is csapódott, és azt írja itt ez a kozmikus krónika, amit Almár Ivánék írtak 1970-ben, hogy a becsapódás ereje ezúttal 11 tonna TNT robbanás erejének felelt meg, és akkora rengést idézett elő, hogy 4 órán keresztül jelzett. Összehasonlításként ugyanez a műszer a Földön csak maximum percekig tért volna ki. Tehát erre mondják, hogy a hold az tényleg úgy reng, mint egy harang. De mit jelent ez emberi nyelven, Miklós? Na ez milyen a kérdés. Következtetés? Ez a kérdés, mert ugye nyilván a barátunk azt vonja le ebből teljesen hibásan egyébként, hogy a hold az üreges. A valóság ehhez képest annyi, hogy az a lényeges különbség a hold belseje és a föld belseje között, hogy a hold az teljesen kihűlt. Ez azt jelenti, hogy a holdnak tök kemény a belseje, és emiatt teljesen máshogy terjednek benne ezek a lökés hullámok, mint a Földön, ahol lényegében a hullámok elnyelődnek ebben a forró folyadékban, a köpenyben, ami benne van a Föld belsejében. Nyilván ez baromi nagy újdonság volt, hiszen akkor még senki nem végzett földrengés, vagy hát holdrengés mérést semmilyen más égitesten, úgyhogy csodálkoztak is, de hát ez volt a magyarázat. Ez egyébként azért volt annak idején ez döbbenetes, mert az Apollo program előtt nagyon sokan hitték azt, hogy a hold belseje az olvadt, sőt, sokan azt gondolták, nagyon jeles hold geológusok is, hogy a holdon levő kráterek azok valóban kihűlt vulkáni kráterek, és a hold belsejében még mindig lehet valami olvadt mag. Éppen az Apollo programnak ez az egyik fontos eredménye, hogy kiderült, hogy ez nem így van, és ráadásul nem az, hogy jelenleg nincs vulkanizmus, meg olvadt anyag a hold belsejében, hanem tök kemény az egész, de ráadásul még a kráterek, amiket látunk a felszínen, az is gyakorlatilag 100%-ban becsapódásos eredetűnek minősült. Na, szóval ez az egyik valóság mag. Aztán kérdezted, beleférne-e egy fehér törpe? Én ezen elcsodálkoztam, de azért ezt még emészgetnünk kell egy darabig. Tehát ez a film azt állítja, nem csak, hogy üreges a hold, hanem a filmben gyakran használt szóval élve az egy megastruktúra, amit egy intelligens faj épített egy fehér törpe csillag köré, amiről mindjárt elmondom, hogy micsoda. Létezik ez a megastruktúra kifejezés egyébként a tudományban?
Hát ilyen összeesküvés elméletekben létezik, de egyébként a Dyson szféra az persze létezik, mert a Freeman Dyson nevű fizikus, ugye ő vetette fel ezt a koncepciót, meg egyébként a Kardasov nevű szovjet csillagász is felvetette, kb. Ugyanazt, tehát ugye az a koncepció, hogy nyilván minden civilizációnak energia kell, és minél fejlettebb civilizáció, annál nagyobb energia kell neki, és nyilván végül is mi magunk is minden, még a fosszilis üzemanyag is, amit használunk, meg a szélenergia is, meg az árapály energia is, mondjuk az talán a legkevésbé, de minden fajta energia az végül is napenergia. Csak legfeljebb hosszú időre lekötött napenergia. Mint például a fosszilis értjük, hogy a földgáz is valaha növényből volt, és az meg azért nőtt ki, mert rásütött a napocska. Tehát lényegében minden napenergia. Tehát lényegében egy civilizációnak az összes energia felhasználását az határozza meg, hogy a csillagja, vagy egy csillag energiáját milyen mértékben tudja begyűjteni. Nyilván ennek egy felső korlátot szab az, hogy mennyi napenergia, vagy ha úgy tetszik, mennyi fény esik az adott befogó felületre, ami gondoljuk naívan, hogy hát maximum akkora, mint a bolygó, mert hogyha mondjuk az egész Földet telerakjuk napelemmel, akkor abból jó sok napenergia lesz. Na de hát ne álljunk meg itt, hát nem hiába szupercivilizációkról beszélünk, végül is simán elképzelhető, hogy egy szupercivilizáció annyira szuper, hogy teljesen körbeépíti napelemmel az egész csillagját, és ezzel lényegében az összes energiáját le tudja csapolni. Ez a Dyson szféra ötlete. Ez azért merült föl, mert egy ilyet esetleg észre lehetne venni, hogyha más csillagok körül ilyesmit lehetne látni, és pár évvel ezelőtt ugye volt is ilyen ötletelés, amikor egy nagyon furcsa fényváltozásokat vettek észre egy csillagnál, azóta ezt már több ilyet is láttak, de nagyon keveset és nagyon ritka. A Tabita Boyajian nevű csillagásznő volt a felfedezője, úgyhogy ezt Boyajian csillagnak hívják ezt a fajtát. Jó ég tudja, mi történik, de ott olyan furcsa fényváltozásokat mutattak, hogy felmerült, hogy lehet, hogy emiatt van, hogy ott IT éppen épít egy Dyson szférát, és akkor néha kitakarja a csillag egy részét. Aztán most nagyjából inkább ilyen uncsi magyarázatok felé tartott a csillagász közösség, hogy azok mégis inkább valami porfelhők lesznek. És... Na mindegy, szóval, tehát igen, ez ilyen elvileg lehetne. Én is, ha szupercivilizáció lennék, körbe akarnék építeni egy csillagot. A kérdés az, hogy van-e olyan csillag, ami annyira pici, hogy belefér a Holdba, de még sugároz. Na és erre a válasz az, hogy a film azt mondja, hogy fehér törpe. A fehér törpe az ugye a csillagfejlődésnek az egyik végállapota. Vagyis hát van olyan extrém történet, amikor még annál is van tovább, de most ezt hagyjuk. A lényeg az, hogy például mi fog a napocskával történni. Ugye a napocskával, a nap mi kedvenc csillagunkkal az fog történni, hogy jó nagyra nő, aztán utána lényegében kifogy az üzemanyagból, és akkor elkezd összeesni. Egy része lerepül róla, lesz belőle egy nagy robbanás, vagy hát ki tudja, vagy több, de a lényeg az, hogy az anyagának egy tekintélyes része az össze fog töpörödni, és elkezd összezuhanni, viszont a nap az nem annyira nehéz, hogy annyira brutálisan összezuhanjon, mint amire mindenki vár, hogy majd ebben az adásban azt mondjam, hogy neutroncsillag, vagy fekete lyuk. Nem, mert a napocska nem olyan nehéz. A szupernova robbanás kéne, és a napunk tömege meg nem elég nagy hozzá. Hát ugye ahhoz az kéne, hogy nagyjából 1,46 század nap tömegnél nagyobb legyen a nap, de minthogy a nap tömege pontosan egy nap tömeg. Ezért az történik, hogy összenyomódnak ezek a részecskék, de az elektron gáz, vagyis a nyomása az egybe tartja az anyagot. Gondoljunk bele, hogy néznek ki az atomok, hogy mi nagy részt a testünk, mindenünk, meg minden cucc, ami itt van körülöttünk, az 99%-ban, vagy még annál is nagyobb százalékban üres térből áll. Mert ugye úgy néz ki egy atom, hogy mondjuk van egy, mit tudom én, egy cseresznye méretű atommag, és körülötte van egy akkora elektronfelhő, ami akkora, mint egy stadion. Csak hogy valami aktuálisat mondjak. Ugye? Nyilván a téli olimpia miatt mondom. Na, tehát így néz ki, hogy óriási üres helyek vannak az atomok között. Az elektronok ott bóklásznak, nagyon nagy üres helyek vannak. Viszont az, hogy így az atomok nem cuppannak össze, az amiatt van, hogy az elektronfelhők taszítják egymást, és ezt hívjuk úgy, hogy az elektron gáz nyomása
ellentart annak, hogy az atomok egymásnak nyomódjanak. Igen, ám, de mi van, hogyha nagyon erősen elkezdjük őket összenyomni, akkor szépen összepréselődnek az elektronok, mármint egyre közelebb kerülnek egymáshoz, de még mindig nagyon utálnak az elektronok egymás közelébe lenni, ez a Pauli elv, az elektronok utálják egymás társaságát, nagyon messziről mindent megtesznek, hogy ne legyenek egy helyen. Ezért aztán nagyon nyomják egymást vissza. Tehát nagyon sűrűre összepréselődik ez az anyag, de azért az elektrongáz, az elfajult elektrongáz nyomása az meg tudja tartani, és emiatt ekkor szokták mondani, hogy olyan sűrű anyag lesz, hogy egy teás kanálnyi az olyan nehéz lenne ott, mint egy vonatkocsi. Ez a fehér törpe. A fehér törpe az tehát világít, tehát például infravörösben, sőt látható fényben is világít, tehát vannak fehér törpe csillagok, amiket lehet látni az égen, mondjuk távcsővel, de nem attól, mint egy rendes, tisztességes csillag, tehát nem az van, hogy megy a belsejében a magfúzió, mint a hidrogénbombában, és akkor jön ki belőle a fény, hanem azért, mert még van neki némi maradvány sugárzása az elektronok hőmozgásából fakadóan, és akkor emiatt világít. Na, és akkor ez tipikus, én eddig azt mondtam volna magamban, hogy hát a fehér törpe az nyilván az ilyen összeszottyat sűrű csillag, de mondjuk nagyjából akkora a mérete, mint a Föld. Ugye én ezt eddig mindig így mondogattam, de aztán most előszedtem, ugye valaha jártam asztrofizika szakirányra, hogy elővettem a német Judit professzor asszonynak a Fejezetek az asztrofizikából című jegyzetét, Isten nyugosztalja, és akkor most ebből fogok felolvasást tartani, mert annyira kész vagyok ettől a filmtől, hogy na mindegy. Szóval ebből megtudtam, érdekes, hogy az a csillag, aminek a tömege csak egy iciri-picirit kisebb, mint az az 1,46, hogy hívják, naptömeg. Tehát ami még éppen fehér törpe, annak a sugara, hogyha beleírtam ebbe a képletbe, akkor ha nem számoltam el, akkor kijöhet egy holdnál valamivel kisebb méret. Magyarul létezik olyan fehér törpe, ami annyira sűrű, hogy bele lehet gyömöszölni a holdba, és még fehér törpe. Mert hogyha már annál összébb nyomjuk, tehát hogyha már 1,46 naptömegnél nagyobb lenne, akkor mi történne? Akkor már az elektrongáz se bírja a nyomást, és akkor az elektronokat belenyomjuk az atommagba, és az elektronok egyesülnek a protonokkal, neutron lesz belőlük, tehát csak neutronból fog állni az egész, ezt hívjuk úgy, hogy neutroncsillag. Na, oké. Okay. Tehát ez a fehér törpe, egy fehér törpe beférhet a holdba. Igen, még egy dolognak van értelme ebben az egész izében. Ja igen, egy furcsaság. Ugye ez elhangzik a filmben, hogy van egy Roche limit, egy Roche sugár pontosabban, ami nagyjából 18 ezer kilométerre van a Földtől. Az azt jelenti, hogy ha a hold annál közelebb kerülne a Földhöz, akkor az árapály erők szétszaggatnák a darabjaira. Lényegében erről szól a film. Úgy jelenleg nem kell félni, jelenleg a hold távolodik tőlünk évente 3-4 centinyit, 3,8 centi per év, azt hiszem, nem kell félni, de ha valami miatt közel jönne, akkor tényleg az történne, hogy ha valami miatt az egyébként nagyjából 3000 kilométer átmérőjű hold mondjuk 18 ezer kilométernél közelebb kerülne a Földhöz, akkor az árapály erő szétszakítaná, és lenne belőle egy szép Szaturnusz-szerű gyűrű. De hát egyébként a hold volt közelebb is hozzánk, ugye, amikor kialakult, akkor jóval, ugye a Földünk is gyorsabban forgott, nagyban a hold hozzájárult ahhoz, hogy ma élet legyen a bolygónkon. Ez így is van, és ahhoz is hozzájárult, hogy amikor mondjuk a Föld befagyott, mert volt ilyen, hogy hógolyó Föld, akkor nem fagyott be teljesen, mert a hold csesztette ezt a jégtakarót, és nem engedte, hogy teljesen rendesen lefagyjon, hanem mindig recsegtette, ropogtatta, mint ahogy most is megnézzük, hogy hogy néz ki az Európa, a Jupiter holdja, az is terve a repedésekkel ugyanemiatt. Na most az egy érdekes kérdés, hogy a legelején a hold az mikor, mennyire volt messze. Az biztos, hogy eleve egy a jelenlegi elmélet szerint ugye a Földből kifröccsent anyagból állt össze a hold, mert ugye a Föld összeütközött volna egy nagyjából Mars méretű másik ilyen proto égitesttel, és az kifröccsentette csomó cuccot, és abból állt össze a hold. És onnantól kezdve valóban egyre távolodik, azt értjük is, hogy miért. De az az érdekes, hogy például ilyesmiket írnak, hogy bizony akkor, amikor mondjuk ennél csak egy picit messzebb, mondjuk 20 ezer kilométerre lehetett a Földtől a hold, ha ez tényleg volt, akkor azt írják, hogy a számítások szerint akár 10-11 kilométer magas dagályhullámokat idézhetett elő. Azért az durva, tehát az azért hasonlít az ilyesmikre, mint amit a filmben látunk.
mondanom sem kell, hogy a filmben lényegében már hozzáér a Földhöz a Hold, tehát már ilyeneket mondanak, hogy a Hold az benne van a stratoszférában, akkor az már addigra már szétszakadna, tehát így kb. Azonnal szétszakadna, tehát ha már ennyire közel lenne a Hold, mint a filmben, akkor szerintem már ott szétmenne az egész. Na igen, ezek a tudománynyomok, amiket sikerült fellelnem ebben a filmben. Ennyi. De az senkit nem érdekel, mert mindenki azért hallgatja ezt a műsort, hogy szanaszét szedjük, úgyhogy rövid szünet után erre is sor kerül. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott Parallaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.emtv.hu. Ez, amit elmondtál a Holdról, tehát az árapállyal kapcsolatban is, ez a jelenlegi tudásunk szerinti Holdra vonatkozik. Mi van akkor, hogyha egy Dyson gömb, amiben benne van a fehér törpe, amink teljesen más lenne akkor a tömege, mert egy igen. napot tartalmaz, akkor másképp lenne az árapály is. Hát, ugye ez is egy nagyon érdekes kérdés. Na, ezt akartam mondani, ez nagyon jó, hogy erre rájön, de tényleg, ez figyelj, zseniálisan összerakjuk a dolgot. Ugye? Mert most mondtam, hogy ha egy akkora fehér törpét szeretnénk, ami befér a Holdba, de fehér törpe, tehát tisztességes fehér törpe, úgy viselkedik, mint egy fehér törpe, akkor az bizony majdnem 1,46 nap tömegű kéne, hogy legyen. Ezzel mindent elmondtunk, tehát akkor tulajdonképpen a Földnek kéne a Hold körül keringeni. Sőt, a napnak. És persze, akkor nyilván ennek megfelelően az árapály is tök máshogy viselkedne. Természetesen nagyon pontosan tudjuk, hogy mennyi a Holdnak a tömege, és igazából 81-szer kisebb, mint a Föld tömege. Tehát ugye ilyen veszély nem fenyeget. Meg az üregesség sem fenyeget, mert hogyha... Tehát az sem lehet, hogy egy golyó a Hold, mert mondom, az egy annyi a tömege van, mint 81-et Föld tömeg, és azt is tudjuk, hogy mekkora a Hold, tehát simán ki tudjuk számolni a sűrűségét, és ki, a Földnél kisebb a sűrűsége, de nem egy olyan brutálisan nagy különbség. Fölmerül a filmben egy olyan aspektus a szakállas Dagi Seth MacFarlane-től, ami amúgy nyilván az ilyen különböző összeesküvés elméletek meleg ágya és alapja, de nagyon érdekes, és a nekem is az égi mechanika kapcsán ez mindig eszembe jut, amit a napfogyatkozásról mond, ugye ami ugye azért lehetséges a teljes napfogyatkozás, mert ugyan a nap, vagy a Hold ugye hát jóval-jóval kisebb, mint a nap, hát hiszen még a Földnél is kisebb, viszont pont annyira van távol tőlünk és a naptól, hogy így teljesen ki tudja takarni. Mit gondoltok, milyen fantasztikus együttállásoknak lehetünk, együttállásokat élhetünk így meg, vagy ez is csak egy olyan, hogy mint mondjuk a sötét anyag mennyisége az univerzumban, hogyha egy kicsit több lenne, vagy egy kicsit kevesebb lenne, akkor nem tudnánk föltenni a kérdést, hogy miért pont ennyi. Hát ha nekem szól a kérdés, akkor ugye igen, ez egy csodája a világnak, ez a 400-as szám, ugye 400-szorban messzebb nagyjából a nap, és 400-szor nagyobb az átmérője, tehát a kettőnek a látszó átmérője az jó közelítéssel tényleg ugyanakkora, ugye nem teljesen, például van, amikor a Hold éppen messzebb jár a pályáján, és akkor gyűrűs napfogyatkozást látunk, van, amikor közelebb, és akkor jó hosszú teljes napfogyatkozást látunk. Ugye egy teljes napfogyatkozás akár 10-valamennyi, vagy akár talán 20 percig is eltarthat, hogyha éppen az a helyzet, hogy a Hold nagyon közel van. Amit mi láttunk, a 1999-es, tehát a mi életünk nagy napfogyatkozása, ami ugye Magyarországon volt teljes napfogyatkozás, az azt hiszem ott a középvonalban olyan 8 perc volt. Tehát, hogy ugye ez mind attól függ, hogy éppen a Hold melyik szakaszán van. Ugye vannak ezek az idiotizmusok, tudjátok, hogy kék Hold, szuper Hold, én nem tudom milyen eper, róka, csótány Hold, mindenféle, én nem tudom, mik vannak. Szóval mindenféle... Egy csodálatos planetok ezt epizódunk pontosan, van erről. Nagyon jó, így van. Szerintem ez nem akkor, ez egy tök jó véletlen, de szerintem nem az a kategória, mint amiket mondasz, ezeket az antropikus elv nevű dolgokat, hogyha, mit tudom én, hogyha nem az lenne, hogy az elektron tömege a proton tömegének az 1840-ed része, hanem mondjuk a 3000-ed része lenne, akkor annyira picik lennének az atomok, hogy nem lennénk itt, és nem tudnánk föltenni ezeket a kérdéseket, hogy miért pont akkor. Most itt azért nem ez a kategória,
Pont amiatt is látszik, amit mondtál, hogy az élet történetében jól végigkövethető azért, hogy az elmúlt néhány milliárd évben folyamatosan távolodott a Hold. Ami azt jelenti, hogy ha csak nem találsz ki valamilyen fantasztikus dolgot, ami ezt megindokolja, hogy pont akkor kell a civilizációnak, az öntudatra ébredésnek kialakulni, amikor pont ugyanakkor a kettő, akkor mondjuk nem állja meg a helyet, mert mondjuk a fél milliárd évvel ezelőtt a Kambriumban, amikor már tele volt élettel a bolygó, vagy legalábbis a tenger, az akkor ugye sokkal nagyobb volt a Hold, tehát így kétszer akkorának látszott az égen, vagy valami ilyesmi, tehát szerencsénk van. Hát, de az is lehet, hogy egy fejlettebb civilizációtól származunk, akik ezt mind megtervezték előre, hogy ekkora legyen a Hold pont. Nem lett volna egyébként a filmes szempontból jobb, mondjuk nem tudom, a napsötét testvérével játszani, és mondjuk azt belekeverni, hogy az bukkan föl, ugye ez egy ilyen elmélet, de Miklós javíts ki, hogy ugye a naprendszerben azért a bináris rendszerek vannak többségben, de mi nekünk ugye egy napunk van, egy csillagunk van, és ez azért, hát ha nem is fura, de akár kissé szokatlannak is mondható, és nem lehetett volna mondjuk ugye a Nemezis által, azt hiszem Nemezisnek mondják, igen, a sötét ikertestvérét a csillagunknak, esetleg azt belekeverni. Ugye vannak elméletek arról, hogy az egy barna törpe mondjuk, és ezért nem látják, meg ugye nagyon nagy pályán kering, és mondjuk több millió, vagy akár mit tudom, milliárd évente jár erre, vagy nem tudom, tök mindegy. Tehát, igen, ugye, nem azt gondolják, hogy 26, mert ugye onnan van az elmélet, hogy észrevette valaki egyszer, hogy mintha hogyha olyan nagyjából 26 millió évente történne egy nagy kihalás. Mert hogy ugye az aszteroidákat ide löki a... Igen, és akkor az az ötlet, hogy van egy-két fényévnyire levő kísérője, ami a napnak, ami egy csillagtestvér tényleg tulajdonképpen, de vagy egy vörös törpe, vagy egy barna törpe, ami tényleg egy olyan csillag, ami olyan pici, mint a fehér törpe, de egyáltalán nem világít annyira, hanem csak úgy infravörösbe valamit világítgat, és a Földről például földi távcsövekkel észre se lehetne venni. Legfeljebb űrtávcsövekkel. És akkor ez az ötlet, hogy egy-két fényévnyire elnyújtott pályán kering, de néha berepül az Oort felhőbe, ami az a tárhely a nap körül, ami akár egy fényévnyire is kinyúlik simán, vagy akár kettőre is, nem tudom, ahonnan ugye az üstökösök bejönnek, és ott van egy csomó ilyen jég, Kuiper objektumok, Kuiper az bejebb van, mint az Oort felhő, de az az ötlet, hogy van egy gömbszimmetrikus felhő minden csillag körül, ahol ilyen csillagkeletkezés során megmaradt ilyen maradék anyagok ottan vannak, és akkor bizony, amikor bejön, akkor rengeteg ilyet behajít, és egyik-másik eltalálja a Földet, és kész a kihalás. Jó pofa lett volna, hogyha ilyesmi. Erről megnéznék egy filmet amúgy. Ezzel mit kezdene az Amerik? Parallaxis stúdió bemutatja hamarosan. Egyeken elkezdünk forgatni. Mert hogy amúgy is annyira elrugaszkodik a valóságtól a film. Tehát talán még jobban, mint a már felsorolt akár Függetlenség napja, vagy a Godzilla című filmek. Tehát, hogy valahogy ez annyira maximálisan légből kapott már maga az alapötlet is. De persze mit tud az átlag néző a tudományos szempontból arról, hogy mondjuk, nem tudom, egy fehér törpe, az pontosan mi az a Dyson gömb, ezek azért nem lettek annyira elmagyarázva, inkább csak így puffogtatták. Mi volt az a momentum, ami most csak tudományos szempontból, tehát nem a film cselekményére vonatkozólag, ami abszolút a hajtépős volt számodra? Az egésznek az alapsztorita is eléggé olyan, tehát az alapsztori, akkor ugye most már elmondhatjuk, hogy van egy szuper civilizáció, akik tulajdonképpen az életet el... Emberek. Egy messzi-messzi galaxisban élő emberek. És hogy ők egy olyan emájt hoztak létre, ami elpusztítja őket. És hogy megmentsék a fajt, ezért ezt a Földet létrehozzák. Mi tulajdonképpen egyedül vagyunk. Ezt se értem, és azt se értem, hogy oké, megmagyarázták a filmben, hogy azért jön közelebb a Hold, mert ez a gonosz Emi támadja a Holdat, és elszívja a vörös törpének az energiáját tulajdonképpen, de attól még miért jön közelebb a Hold?
Tehát, hogy azért az égi mechanika, az gondolom, hogy, tehát, hogy az nem jönne ennyi idő alatt, akkor sem közelebb. Miklós, mosolyogsz, fejtsd ki, kérlek. Mert nem csak egyszerűen annyira... Magam se hiszem el, hogy kimondom. Annyira aranyos, hogy próbálsz ebben valamit belekapaszkodni azokba az elhintett tudomány morzsákba, amik tehát csak idézek én is, tehát ilyen mondatot írtam fel a filmből, azt mondja, amikor megjelennek ezek a nanorobotok, hogy mi a retkes pék, nem tudom milyen, azt mondja, hogy valamiféle öntudatos, önsokszorozó szingularitás. Na, tehát ez tipikusan az, írjunk valami tech blablát, legyen benne az, hogy szingularitás, mert az jól hangzik. Nem, égi mechanikailag egyáltalán nem indokolható, hogy a Hold... ha kiveszed az energiát, akkor közelebb jön. Tehát a nemzetközi űrállomás, ami fölöttünk kering, és néhány nyilván a pályakorrekciót kell végezni rajta, de az egy nem egy folyamatos, nem jár egy folyamatos hajtómű, ami pályán tartja. Tehát, nem jár, mert akkor elrontaná a lényegét az egésznek, ami az, hogy legyen jó minőségű súlytalanság. Úgyhogy persze, de néha be kell kapcsolni, ugye a légköri fékeződés miatt. Most nyilván itt persze, hogyha már mechanikázunk, akkor az lehetne az ötlet, hogy ezek a, hogy mondtam, önsokszorozó, micsodák, várjál, öntudatos, önsokszorozó szingularitás, sok, ezek valahogy úgy áramoltatják ki az energiát a Holdból, hogy az egy fékező hajtóműként működjön. Ehhez annyira nem jó, hogy ugye a Mare Crisium környékén van a Córes, ami, hogyha ránézünk a Holdra, akkor az a nekünk rendező jobb oldalon, de a Hold embernek a bal szeme fölötti hely, igen. A Mare Crisium, ami, és ráadásul pont abban az irányba kering a Hold, ami azt jelenti, hogyha onnan áramlana ki, az amúgy én úgy látom, hogy az gyorsítaná a Holdat. Meg hát nem áramlik ki semmi, tehát az egy ilyen kis... Tehát ha lassítani kéne a Holdat, akkor azt lehetne csinálni, hogy filmrendező lennék, akkor a Holdnak a keleti pereménél, vagyis nem nyugati, bocs, tehát nekünk mindegy, szóval a Hold az fordítva, tehát a Hold menetirány szerinti oldalán elől, mert ugye ez mindig ugyanúgy el hozzánk képest, igen. Az elején van egy nagy kerek tenger, az a neve, hogy Mare Orientale, ami keleti tenger, tehát akkor tényleg keleten van az, csak ugye a Hold az fordítva van, bekoordinátázva a régi csillagászok miatt, tehát ott arra van kelet, amerre nálunk nyugat, mindegy, szívás. Na, a lényeg az, hogy ott van egy nagy tenger, ha pont onnan jönne a fékezés, akkor azzal lehetne Holdat lassítani. Ezt tudom esetleg kitalálni, de hát ez nem segít már ezen a filmen, majd a miénken, majd a Nemezis, Nemezises filmben hogy rakjuk be a Holdat? Nem tudom. Találunk rá megoldást. Tehát... Biliárd az űrben. Ilyen minden össze fog koccanni mindennel. A Wellsnek volt egy ilyen kis novellája, hogy a csillag. Az nem olyan ismert, mint a Világok harca, meg az összes többi, de a Wells tényleg írt egy ilyen novellát, ami az, hogy jön egy csillag. És akkor mi meghalunk. Egyébként ugye itt a neutroncsillagok szóba jöttek, vagy a neutroncsillag szóba jött, tehát hogy azért egy neutroncsillag bejönne, ami naprendszerünkbe azért hamar nagy problémákat okozna, vagy megközelítené a naprendszerünket, akkor azért nagyon hamar nagy problémát okozna. Hát tőlem lehet a Nemezis is egy neutroncsillag, mert a Nemezissel az a baj, hogy állítólag a mostani mostani infravörös csillagász távcsövekkel már lehetne látni. Vagy lehetett volna például a WISE nevű, az már elvileg végig szkennelte az égboltot, és azt mondják, hogy ha lenne Nemezis, akkor az meglátta volna. De mondjuk egy neutroncsillag, egy kis halvány, kis pici. Jó, hát Magdi, igazából az van, hogy a film alaptörténetét tekintve nem tudunk segítségedre lenni abban, hogy végül is miről szólt a film. Egyfajta ilyen, hát hogyan költsünk el 140 millió dollárt, és maszturbáljunk rá, tehát körülbelül erről van szó. Miklós, mi volt leginkább tudománytalan, vagy az a momentum a filmben, ami a leginkább tudománytalan volt számodra, amit mindenképpen kiemelnél? Nagyon nehéz kérdést tettél föl. Hát annyira nehéz ez a kérdés, hogy nem tudok rá válaszolni. Egyszerűen a bőség zavara,
A bőség zavara áll fönn. Hát, figyelj, olyan is ritkán van, hogy valami lelöki a trónról akár a magot, akár a 2012-t. Amúgy egyébként nem ide, nem fogom megválaszolni a kérdést, de közben nagyon gondolkozom, csak úgy addig is, hogy kitöltsem valamivel a nekem szánt időt, hogy azt mondja, hogy az például a kontaktból jól lenyúlták, az tetszett viszont, hogy nem látjuk ezt a jó fej operációs rendszert, ezt a mesterséges intelligenciát, hanem hogy mindenki a saját kreált emlékeink keresztül van megszólítva. Ugye a kontaktban azt láttuk, hogy ott az Arroway kisasszonynak az apukája volt, és itt is mindenki a saját szeretje által szeretje. Ez egy magyar szó? Szerette. Szerette. Valamely saját szerette által lett megszólítva egy nagy fehér szobában, ami viszont akár még Kubrikos is lehetett volna, az a fehér szoba. Hát igen. Szerintem több filmnek a jeleneteit bele lehetne rakni. Nekem még a Solaris is eszembe jutott róla. Hát az hasonlóan unalmas film. Júj. Melyik Solaris, a Tarkovsky jutott eszedbe, vagy a George Clooney is? Hát én a könyvet is olvastam, úgyhogy hát a könyv is. De a sztori, tehát, hogy meg ez a szupercivilizáció, aki nem tudta magát megmenteni, de a földre rakta... A petéjét. A petéjét lefedített a földre. És közben ott hagyta tehát, hogy tulajdonképpen ott van egy ilyen állomás, amin ott van az üzenet, meg ott van egy hajó, amit tudnak használni. Ja, és azt át tudták adni azt a tudást, amivel a hajót tudják vezetni, természetesen. Hát mert hogy nem lehet egy helyen az elektromos áram meg az élő lény. Ezért feláldozták magukat. Nem elég, hogy ott, nem elég, hogy lepetéztek ide, még föl is áldozták magukat. Ja, tudom, azt hiszem, tudom, min akadtam föl a leginkább. Az, hogy ezek a lények, ezek nem bírják az áramot. Ugye? Tehát, hogy ők detektálják azt, és akkor irányítsunk egy űrhajót úgy, hogy nincsen áram. Ez a feladat. És akkor van ez a csávó, aki én nem tudom, mit csinál, ez már a Gravity-ből kimásolt kezdő jelenetnél is, igen. És előfordul, hogy ő valahogy, én nem tudom, hogy, és egyébként tudjátok, hogy én mondjuk az űrrepülőgép szerkezetét azt valamennyire elég jól ismerem, mert annak idején voltam ilyen űrtáborban ott Huntsville-ben, és ott ilyen szimulációkon vettük részt, tehát még nagyjából azt is tudom, hogy melyik gomb hol van. De hogy ott mi történik, az teljesen értelmezhetetlen. A csávó valahogy le tud menni valami pult alá, és a pult alól valami vízvezeték szerelő mozdulatokkal vezeti az űrhajót, hogy én nem tudom, mit csinál, hogy valami villáskulccsal elzárja vagy kinyitja az üzemanyag áramlását a kabinból, mert egyébként, egy kormányzó rakétát hogy helyez üzembe az ember? Hát természetesen elektromos kapcsolókkal nyilván, tehát ez úgy néz ki, hogy nyitható, zárható szerepek, amiket relék kapcsolnak ki meg be, az ember megnyomja a gombot, és akkor egy elektromos valami kinyitja azt a szelepet, ami összeengedi az üzemanyagot az oxidáló szerrel, vagy hogyha csak egy kis hidrogénperoxid fúvók, akkor csak egyszerűen kienged egy pöffenetet egy nagy nyomású tartályból, de ez mind-mind elektromos valami. És akkor van ugye, hogy ezt a lényt, ezt a szingularitás, mit tudom én, micsodát, ezt ugye nem szabad felhergelni. De hívtak a reflektorok. Hát az nem elektromosság. Igen, ott volt a lámpa, a detonátor. Várj, de lehet, hogy az angol, lehet, hogy lehet, hogy nem az electricity, csak az electronics. Lehet, hogy úgy van. Tehát ez csak az elektronikára érzékeny. Ez a lény. Hát lemerül a telefon, és akkor az okos lény az elfelejti, hogy ez az előbb még sugárzott. Ez annyira elmezetek. Egyébként, ha már itt a szinkron szóba jött, akkor azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy ugye nekem nagyon tetszett, bár a magyar szinkronban rosszul jött ki, mert a macskáját a csávónak Borzas Oldrinnak hívta, de amúgy Fuzz Oldrin. Gondoltam. Fuzz Oldrin. Csodálatos volt. Jó, de még valami egyébként, és ez egy súlyos dolog, és jó is, hogy szóba jön a szinkron, mert ez nagyon gyakran előfordul, de még újságcikkekben is, úgyhogy most ezt az alkalmat is kihasználom, hogy amikor jön ez a bazi nagy árapály hullám, akkor ilyet szólnak, hogy egy gravitációs hullám jön. Na most ez egy fordítási hiba, de ez nem... Ugye angolul van a gravitational wave és a gravity wave, és a kettő mást jelent. A gravitational wave az, amit ugye a téridőben terjedő LIGO-val detektált, stb.
fodrozódásokról van szó. Szóval az van, hogy azok ugye a gravitációs hullámok, és ami gravity wave, azt inkább magyarul úgy kellene fordítanunk, hogy nehézségi hullám, és az semmi más nem jelent, csak a gravitáció által, vagyis a nehézkedési erő által hajtott vízhullámokat. Tehát egy nagy, magyarul úgy kellene mondanunk inkább, hogy nehézségi hullám. Egyébként az mennyire reális, engem ez mindig érdekelt, hogy oké, mondtad is, az elején erről beszéltél, és oké, rendben jött a hold, és kitöltötte a Rorschach-tesztet, nem emlékszem a névre annak a pontnak, amit mondtál, és csak valami francia volt, és bejön a mi bolygónk légkörébe tulajdonképpen, ez van. De egyébként tényleg, hát, hogyha a stratoszférában lelóg a hold alja, és valami csoda miatt nem szakad szét, és nem válik rögtön egy szép Szaturnusz gyűrűvé, akkor persze, azért az könnyítene minket, ezt így elég könnyen ki tudjuk számolni. Lényegében nagyon egyszerű, ugye tudjuk, hogy a hold felszínén ugye 1/6 g van. Na most a kb. Annyira közel van a dolog, hogy a két cucc az kb. Összeér, mert erről van szó, hogy kb. 15 stratoszféra, tehát mondjuk mit tudom én, maximum 50 kilométerre van egymástól a két izé, az semmiség. Tehát akkor, hogyha pont fölötte van az embernek, akkor lényegében az van, hogy abba az irányba húzza egy 1/6 g-s gravitációs erő, ugye a hold felől, és lefele meg egy 1 g-s. De hát akkor miért repülne föl? Hát nem repül föl, csak könnyebb az ember, mert 1/6-nyival könnyebb. Oké, ott ugye át is ugrották a végén a szakadékot, de hát ott láttuk, ott fölrepültek dolgok, hát a hajók meg minden nyavaja. Igen, de ott ugye nyilván óri az van, hogy az is kell hozzá, hogy a légkörben óriási turbulencia van, ugye fúzza a légkört, és akkor csökken a nyomás, és akkor bejönnek olyan gigantikus erejű szelek, vagy mit tudom én. Próbálnám menteni a menthetőt, de nem. Azok nem voltak gigantikus erejű szelek, elfogyott az oxigén, de, főleg, vagy a levegő, igen. De hogy ami aztán újra jött, vagy nem tudom, az szegény csodálatos Tom. Csodálatos volt az egész. Nagyon nagyvonalúan bánik a fizikával ez a film. Gyerekek, ez az... Az a film, amit én tényleg órákig tudnék kibeszélni, de frankon, tehát, hogy egyszerűen csodálatos volt. Megérte megnézni. Mindenképpen köszönöm minden szépen forintot, azt a... Minden forintot megért, amit ráköltött. Igen. És én úgy gondolom, hogy ez a film az új number one, a Mag és a 2012 után tényleg. Én nagyon hála... Én nem vagyok ellendrukkel jó skifiknek, meg ilyen filmeknek, de remélem, hogy ez a stúdiónak is egy nagyon jó tanulópénz volt, és nem készül belőle újabb és újabb rész, pedig hát ugye ott a végét ugye úgy zárták le, és akkor még így a műsor legvégén azért arra térjünk ki, hogy de mi volt a vége a filmnek? Visszament a hold a helyére. Ugye ott giroszkópok voltak, meg minden az a... Kicsit éreztem, hogy ugye a tudomány szele meg legyint, de hát nagyon messziről. Szóval mi lett a filmnek a vége? Úgy is kérdezem ezt, hogy vajon amit mi nem láttunk nézők, hogy mi lehetett olyan a vége? Visszament a hold a helyére, és akkor minden oké, és itt a pusztításnak a nyomait, azt nem tudom, elintézik itt a földlakók, vagy... Mi lehet ennek a vége? Hát igen, mondjuk az érdekes, hogy el helyre a bolygónak a felszíne is, amit már ott azért úgy rendesen tönkrevágott ez az egész. Meg hogy valószínűleg, hogyha ennyire közel volt a hold, akkor gondolom ott a tengerek is egy kicsit így elvándoroltak a helyükről, meg nem tudom elképzelni, hogy, de hát ugye nyilvánvalóan azért így fejezték be, hogy legyen egy folytatás. Én nem állok készen. Adják inkább az árváknak azt a 140 millió dollárt. Hát... Nem tudom. Hú, de egyébként eszembe jutott egy dolog, vagy nem tudom, ismeritek-e azt a filmet, hogy Upside Down. Egyszer szerintem ezt kéne kibeszélnünk, mert ott két bolygó kering egymás körül, és olyan közel egymáshoz, hogy át lehet látni egyik bolygóról a másikra. Szóval most erről jutott eszembe, erről a hold föld közelítéséről, hogy ott is érdekes fizikája van a dolognak. De az legalább érdekes film. Azt tudom ajánlani. Nem tudom. Tehát én egy kicsit úgy jöttem ki, jó, hogyha csak azt nézzük, hogy mondjuk egy látványos filmet szeretnénk nézni,
nem nagyon akarunk rajta gondolkodni. Nem lehet, hogy a látványos filmet akarunk nézni. Én nem vagyok nagy ilyen Marvel és DC rajongó, de ott elég látványt látunk, és azért viszonylag legalább a tudománnyal nem bánnak ennyire perverz módon. Itt meg valódi tudományos dolgokkal dobálóztak úgy, hogy abban semmiféle ráció nem igen. volt. Itt pontosan az a baja, igen, ezt nagyon jól látod, hogy az a probléma vele, hogy tudományosnak beállított, egyébként teljesen tudománytalan hátterű filmről van szó. Tehát, hogy úgy csinálnak, mint hogy... És az a baj, hogy az emberek meg úgy megnézik, és majd jönnek ebből majd az összeesküvés elméletek, mert ugye, hogy a filmben is úgy volt, és közben nincsen semmi alapja. Ez a bűne ennek a filmnek. Engem is ezért idegesített fel ezt. Most nagyon szépen kialakult itt a végére, hogy számomra is azért volt elsősorban idegesítő, mert visszaél ezzel a tudományos nyelvezettel. Nyilván nem azért megy be az ember egy ilyen hollywoodi blockbusterre, hogy most fizika órát kapjon, de azért így túlzás volt, mert ahhoz képest látszik, hogy nagyon figyeltek arra, hogy mit tudom én, az űrrepülőgép kabinjában a kapcsolók úgy nézenek ki, tehát hogy azt a úgy vágják át a nézőt, hogy azt hiheti, hogy ez például egy rendesen alaposan kidolgozott, ami nem, tehát ne, nincs annyira elszabadulva látványvilágát tekintve egy csomó mindenre, tehát nyilván tényleg látszik, hogy igazi NASA szakértőket biztos felkértek arra, hogy az űrrepülőgépnek hogy kell kinézni, és akkor biztos, nem tekertem le végig ott az end credits-et, de biztos akkor ott a végén oda van írva, hogy űrtechnikai szakértő, és akkor ott felesznek csorolva ilyen emberek, mint hogyha ez valami lenne tényleg. Hát én kérek elnézést, hogy megnéztük ezt a filmet, mert ez az én hibám teljes mértékben, de őszintén szóval én az ajánló, a trailerek, a teaserek, azok egyébként sokkal igényesebb filmetnek a reményét vetítették elénk, úgyhogy de hát ez van, néha ilyenbe is bele kell futni, meg igazából mi azért vagyunk, hogy ezeket a, vagy azért is vagyunk, hogy ezeket a filmeket, sorozatokat megvizsgáljuk a tudományos hátterüket, és hát annál nagyobb öröm nem is lehet számunkra, mint egy olyan film, aminek abszolút nulla kb. A tudományos alapja, de hát azért igyekszünk ezeket elkerülni. Nem mondom, hogy életem legrosszabb filmje volt, de azt sem mondom, hogy nem. Na, minden esetre... Nagyon diplomatikus. Szóval azért azt gondolom, hogy kicsit az emberek is ebbe belecsömörlöttek, és erre céloztam azzal, hogy egyébként talán Roland Emmerich a 90-es években ragadt ilyen értelemben, és nem tudja felvenni a versenyt. Jó lett volna, ha ez működik, és akár trilógiaként működik, de hát sajnos nem volt, és hát mi innen Magyarországról kérjük a stúdiót, és minden alkotót, hogy ne, inkább ezt ne erőltesse. Mi viszont erőltetjük tovább a műsorunkat. Rátok, kedves hallgatók, március 3-án érkezünk új Parallaxissal. Műsorunk apropója pedig az lesz, hogy egy Gábor Dénes nevű fizikus 1947-ben feltalálta a holográfiát, amiért egyébként 71-ben fizikai Nobel-díjat kapott. Műsorunkban pedig háromdimenziós matricákon és dísztárgyakon át a Star Trek Voyager holodokián keresztül eljutunk a világmindenség peremére, és feltesszük a kérdést, vajon hologram-e az univerzumunk? Miklóssal és ismét Magdival várok majd mindenkit szeretettel a Parallax és 62. epizódjában. Ez pedig a Parallax és 61. része volt. Kassa Magdi és Vince Miklós nevében minden kedves hallgatónak köszönöm a megtisztelő figyelmet, és bocs, tényleg őszintén bocs. Továbbra is kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.